Májustól a felújítás és korszerűsítés után teljes üzemmódban újra működik Kassán a 2022. szeptemberében leállított zenélő szökőkút. Az 1980-as évek végén átadott, története legnagyobb felújításán átesett fontána, Jaroszláv Polacek főpolgármester szerint Európa legmodernebb lett, és az egyetlen, amelyet mesterséges intelligencia vezérel. A zenélő szökőkút felújításának történetét szerettük volna elmesélni képekben is, és mivel Kassa egy multikulturális, több nemzetiségű város, ezért ezt több nyelven, így magyarul is megtettük, ami a park történelmi áttekintése is, egyben egy meghívó is ide, meséli Jaroszláv Polacek főpolgármester. A szökőkút történetét bemutató tárlat szeptemberig lesz látható a park bejáratánál. Maga a szökőkút felújítása 1,8 millió euró volt, amihez a US Steel Vasmű alapítványa 1 millió euróval járult hozzá. Ez egy pompás dolog, a büszkeségünk. Ez az egyedi építmény, amelyet a kassaiak évtizedek óta ismernek. Nagyon örülök, hogy ragaszkodnak hozzá, hisz valóban gyönyörű és ikonikus helyen van a Nemzeti Színház és a Szent Erzsébet Székesegyház között. Vagyis olyan helyen, ahová szívesen járnak a kassaiak, és ahová a helyiek előszeretettel hívják vendégeiket. Ez egy ilyen tér. A lokálpatriotizmus világító tornya, ami Kassához tartozik, mondja Kassa főpolgármestere. A szökőkút délelőtt 10-től este 10-ig üzemel, déli zene nélkül, délután zenével, este pedig díszkivilágításban. Így nézett ki az ünnepélyes átadó alkalmával. A szökőkút vezérlésének központja a park alatt található, de a mesterséges intelligenciának köszönhetően önmagát is képes vezérelni. Jelenleg 260 lámpánk, 74 fúvókánk, 16 km kábelünk, 43 szivattyunk van a szökőkúton, és ezt az egész kolosszust tulajdonképpen mesterséges intelligencia irányítja, de van egy flow control rendszerünk is, amely távolról is tudja irányítani ezt a szökőkutat. Ez azt jelenti, hogy akár az irodám kényelméből is megtölthetem vízzel, vagy leereszthetem a medencét, üzemmódot válthatok, de akár önmagát is vezérelheti. Ez azt jelenti, hogy amint megváltoznak a körülmények, értékeli a helyzetet, és ez alapján reagál és önállóan megteszi a szükséges intézkedést, mondja a szökőkút kezelője. A felújítás után ez egy multimédiás szökőkút lett, ami azt jelenti, hogy képet is vetíthetnek rá a szomszédos Nemzeti Színházból, vagy ha a helyzet úgy kívánja, Kassa bármely pontjáról. A zenélő szökőkút megépítését 1986-ban Rudolf Schuster Kassa akkori főpolgármestere kezdeményezte, aki külföldi útja során látott hasonlót. A tervezésben és műszaki megvalósításában nagy szerepet játszottak a kelet-szlovákiai vasmű szakemberei.